2000 éve élt egy ember, Jézusnak hívták. Ez az igaz történet róla szól. Nem tudjuk, a gyermekek hogyan derítették ki, kicsoda Jézus. Talán valahogy így. Meglátott valaki? Engem nem. Engem sem. Téged? Nem hiszem. Akkor menjünk be. Mindegy, mit gondolsz, Benjamin. Szerintem Jézust Isten küldte. Persze, a csodák miatt mondod. És ha csak bűvészkedik. Akkor mi mással magyaráznád? Épp ez az jó el. Nem kell magyarázgatni. Csodára csak Isten képes. Ilyen egyszerű. Mondjuk visszaadni a vak látását. Igen. Én ezt nem hiszem el. Én igen. Te meg mit keresel itt, Zsára? A szamárnak adok enni. És hallottam, hogy Jézusról beszélgettek. Kíváncsi voltam, mit mondtak róla. Hogyan? Mit tudsz te Jézusról? Sokat tudok. Nagymamám ismeri Máriát, az édesanyját. Ő sokat mesélt róla. Azt is, ahogy született. Tényleg nagyon érdekes. Igazán. A fiatal Mária Názáretben élt. Még nem volt férje, de már készült az esküvőre Józsefre. Isten elküldte hozzá Gábriel angyalt. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme fogansz méhedben fiút szülsz, és őt Jézusnak nevezed. De hogy lehet ez? Hisz szűz vagyok. A Szentlélek jár át, és megszülöd őt, kit a magasságos fiának mondanak majd. Királysága mindörökké tart. Megijedt az angyaltól? Ha egy angyal megjelenne, én biztos megijednék. És akkor mi történt? Hallja, Názáret, minden népe! Augustus császár parancsára... Kiadták a rendeletet, hogy mindenkinek jelentkeznie kell a szülővárosába. Azért, hogy felírják a nevét. Mindenki köteles megjelenni azon a helyen... József elment Betlehem városába Máriával, mert ott született. Amikor megérkeztek, tele volt a város emberekkel, és nem találtak szállást. Végül nem találtak szállást máshol, csak egy istállóban. Olyanban, mint ez? Pont ilyenben. És éjjel megszületett a kis Jézus. A közeli dombon épp pásztorok tanyáztak. Nyájuk mellett örködtek, amikor hirtelen megláttak egy angyalt. A mai napon Dávid városában megszületett a megváltó, az Úr Jézus. A pásztorok a kisbabához siettek. Ott feküdt a jászolban. Képzeljétek el! Pont egy ilyen ládában, mint amilyenből a szamara meszik. Mária és József később elvitte Jézust a jeruzsálemi templomba. Volt ott egy ember, Simeon. Ő nagyon szerette Istent. Uram Istenem, bocsásd el hűséges szolgádat békével a te szavad szerint. Isten megígérte, hogy megláthatja Jézust, míg él. Mert az én szemeim látták az üdvözítőt. Ez a gyermek Isten választotja. Legyetek áldottak mindketten. A kis Jézus pedig felnőtt, hogy Isten választotja legyen, aki megbocsát az embereknek, ha rosszat gondolnak, mondanak vagy tesznek, vagyis a bűnüket. Szóval Jézus baba volt, most pedig felnőtt. Kisfiú nem volt soha. Dehogy nem. Nagymamám mesélte, hogy Mária és József elhozták ide Jeruzsálembe, 12 évesen. Jézus bement a templomba, és beszélgetett a tanítókkal. Kinek a gyermeke ez, hogy ilyeneket kérdez? Názáretből való. Azt hittük, velünk van. Bocsássatok meg neki.
Ezután Jézus hazament a szüleibe. És növekedett, napról napra bölcsebb. Tegyétek egyenessé az ösvényét! Minden szakadékot töltsetek fel! Minden hegyet... Jézus elment az unokatestvéréhez, keresztelő Jánoshoz, aki megkeresztelte az Istennek engedelmes embereket. Így Jézust is. És akkor meghallották Isten hangját az égből. Azt mondta, te vagy szeretett fiam, benned gyönyörködöm. És aztán mi történt? Városról városra járt, és tanította az embereket. Békesség! Szia! Visszatért Názáretbe is, ahol felnőtt. Egyszer elment a templomba, és megkérték, hogy olvasson fel Isten szent könyvéből. Azt a részt olvasta föl, amelyikben Isten megígéri, hogy elküldi Jézust, és az emberek örökké vele lehetnek. Az Úr lelke van én rajtam. Felkent, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és a vakoknak a szemük megnyílását. Hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem, hogy eljött az Úr kedves esztendeje. Jól beszél. Ez az ember jól Ma teljesedett be az írás a fületek hallatára. Beteljesedett az írás? Csak a Messiás tudja betölteni az ígéretet. Egy próféta sem A történet folytatódik. Jézus lement a galileai tengerhez. Evezzetek ki a hajóval a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat. Ó, mester, egész éjszaka keményen dolgoztunk, és semmit sem fogtunk. De hogyha te mondod, kivettem a hálóimat. Jakab! János! Hé! Segítsetek! Gyertek gyorsan, segítsetek! Gyorsan, húzzálok! Azt hiszem, Péter akkor jött rá, hogy Jézus Isten fia. De rögtön meg is ijedt, mert annyi rosszat tett életében. Nem értette, hogy Jézus, aki olyan szent és hatalmas, hogyan fogadhatja el őt, a bűnös embert? Menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Ne félj, Simon. Na, mennem kell. Jaj, nekem is indulnom kell. Én is megyek. Sziasztok! Szia! Szia! Merre jártál, Benyámin? A barátaiddal voltál? Igen, apám. Káleb is ott volt? Igen, apám. Már százszor megmondtam, nem akarom, hogy találkozz vele. De apám... Tudod, hogy az apja elhiszi a sok mendemondát Jézusról. És az miért baj? Hitünk szerint Isten egy nagy királyt küld nekünk. Káleb apja szerint egy istálóban született ember a királyunk. Bolondság. És ha mégis neki van igaza? Nem, Benyámin, többet nem is akarok erről beszélni.
Igen, apám. Keressétek az urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Aki figyel az én beszédemre, annak örök élete lesz. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Ti is hallottátok, mi történt? Én ott voltam. Mi volt? Jézus épp a templomban tanított, Isten szeretetéről. Nagy tömeg volt odabenn, és kint is tolongtak az emberek. Mindenki őt akarta látni. Jézus! Könyörgök! Menj meg a lányomat! Uram, könyörülj rajtam, még csak 12 éves és haldoklik! Könyörgök, gyere velem! Nagyon sajnálom. Hagyd őt, Jairus! Jézus! Meghalt a lányod, ne fárazd a tanítót! Ne félj! Csak hígy, mert ő meggyógyul. Leány, ébredj fel. Adjatok neki enni. Ez tényleg megtörtént? Igen, és még csak nem is látszott betegnek. Apukám szerint Jézus furcsa emberekkel barátkozik, akik bűnösen élnek. Ez igaz, de ő mindenkit szeret. Neki minden ember fontos, bármilyen is. Apukám mesélt egy Máté nevű férfiról. Ő szedte a pénzt, vagyis az adót az emberektől a városkapuban. Gyere velem! Máté azután Jézus 12 tanítványa közé tartozott. Ők a barátai. Mindig vele mennek, amikor Istenről tanítja az embereket. Ott van Simon, más néven Péter, András a testvére, Jakab, János, Fülöp, Bertalan, aztán Máté, Tamás, a másik Jakab és Simon, Jakab testvére Júdás és Iskáriótes Júdás. Ezt mind meg tudtad jegyezni? Jól vág az esze. Azért mondod, mert olyan buta vagy. Nem vagyok! Te buta vagy, mint a szamarad! Hé, jól vigyázz, te szájhős! Mit mondtál? Ki a szájhős? Hagyd őt békén! Mi van? Te akarod megvédeni? Fogd el! Gyerünk meg! Gyerünk! Mire vársz? Most is meg! Fogd el! Fogd el! Fogd el! Fogd el! Gyerünk! Ne fogd el! Fiúk! Most is meg! Ez az! Gyerünk! Ez fáj! Ha nem mossuk le, még jobban fáj majd. Mi történt? Verekedtek. Nem tőled kérdeztem, Lea? Bocsánat. Verekedtünk Kálebbel. Jézusról beszélgettek. Sáráik istállójában szoktak találkozni. Mondtam, hogy nem vezet jóra ez a sok fecsegés. Jézus nem a királyunk, és soha nem is lesz De az. De apám, lehet, hogy tényleg ő Isten fia. Elég volt. Mondd, nem vagy szigorúbb a kelleténél? Egyáltalán nem. De már amúgy sem tart sokáig. Állítólag Jézus egyik úgynevezett követője, áruló. Ha ez igaz, már nem sokáig kell aggódnunk miatta. Szeresd ellenségedet!
és tégy jót vele. Áld, aki átkoz, és imádkozzál érte. És aki megüt jobb felől, tartsd neki a bal orcádat is. Ha valaki elveszi a kabátodat, add neki az ingedet is. Ha valaki kér tőled, annak adj. És ha tiédet elveszik, ne akard visszakapni. Tedd másokkal, amit magadnak is elvársz. Szeretném megismerni őt. Gondolod, hogy ő a messiás? Mit értett az alatt, hogy messiás? A templomban hallottam ezt a szót. Azt jelenti a megváltó. Gyerünk, kövessük! Hát ez meg mit keres itt? Ha igazán próféta volna, tudnia kellene, hogy ki ez a nő. Tudnia kellene, hogy milyen bűnös életet él. Tudom, ki ez a nő, Simon. Hadd mondjak valamit. Volt két ember, akik tartoztak valakinek. Az egyik 500, a másik 50 ezüsttel. Nem tudtak fizetni, így a hitelező elengedte az adósságukat. Melyikük szerette őt jobban? Gondolom, az, akinek többet engedett el. Igazad van. Látod ezt a nőt? A házadba jöttem, és te nem mostad meg a lábamat. Ő könnyeivel mosta meg, s a hajával szárította. Te nem köszöntöttél csókkal. Ő a lábamat csókolja, mióta itt vagyok. Nem kented meg a fejemet olajjal. Ő a lábamra önti az illatos olajat. Mondom neked, nagy szeretete mutatja, hogy sok bűne bocsáttatott meg. Kinek pedig kevés, kevésbé is szeret. Bűneid megbocsáttattam. Ezt nem hiszem el. A hited megtartott, menj békével. Emelj fel! Gyere, fölemel! Most már látod? Igen, ő az Jézus. A magvető kiment vetni. Vetés közben némelyik mag az út szélére esett és eltaposták. Vagy a madarak ették meg. Némelyik sziklás földre esett. És amikor kibújt a növény, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik tövis közé esett. És az egyre növekvő tövisek megfojtották. Némelyik a jó földbe esett. És amikor kibújt a maga földből, száz annyit termett. A példázat jelentése ez. A mag az Isten igéje. Akiknél a mag az út félre esett, azok hallják az igét, de az ördög kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a mag sziklás földbe esett, azok örömmel fogadják az igét,
de annak nincs gyökere. Hisznek egy ideig, de a próbatételek alatt elpártolnak. Akiknél tövisek közé esett, azok hallják az igét, de az élet gondjai, bajai és élvezetei megfojtják azt bennük, és nem érlelnek termést. Mi maradt még hátra? Ahol a mag jó földbe esett, ott hallják az igét, kitartanak mellette, és gazdag gyümölcsöt terem életük. Hol van a hitetek? Ez érdekelne. Mennyibe kerül? Nathan! Nathan! Hallottad? Jézus erre jön! Jézus! Ide! A város mellé érkezik! Gyere, ezt jó, gyerünk! Sajnálom, hogy megütöttelek. Megbocsátasz? Mester, bocsásd el a sokaságot, hogy a környéken lévő falvakba és tanyákra mehessenek, ahol szállást és élelmet kapnak. Elhagyott helyez. Inkább ti adjatok nekik enni valamit. Hisz nekünk is csak 5 kenyerünk és 2 halunk van. Áldott vagy, Úristen, a mindenség királya, aki a föld kenyerét adtad nekünk. Csodatörvény! Hihetetlen! Még mindig nem tudod elhinni, hogy Jézus Isten fia. Merre jártál? Apám, megmondom az igazat. Elmentünk megnézni Jézust. Miért? Alig tudom elhinni, pedig saját szememmel láttam. Egy pár halból meg néhány darab kenyérből az egész tömegnek adott enni. Ki tudja, Jonathan, lehet, hogy tényleg ő a messiás.
Nehogy elhiggyétek ezt az ostobaságot! Mit cselekedjünk? Mit mondanak az írások? Hogy magyarázzátok azokat? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és gondolatoddal. És önmagadként szeresd fele barátodat. Jól mondod. Cselekedd ezt és élsz. De ki az én fele barátom? Egyszer egy ember ment Jeruzsálemből Jerikóba. Rablók támadták meg. Kifosztották, megverték és félholtan ott hagyták. Arra ment egy pap. Amikor meglátta a földön fekvő embert, átment a túloldalra. Később arra ment egy lévita is, ránézett, aztán ő is elment mellette. Egy megvetett szamaritánust is arra vitt az útja. Amikor észrevette a férfit, szíve megtelt szánalommal. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött a sebére és bekötözte. Aztán a szamarára ültette és elvitte egy vendégfogadóba, hogy ott viseljék gondját. Másnap pénzt adott a tulajdonosnak, hogy gondozza a beteget. Majd ha visszajövök, mondta, megfizetem, amit még ráköltöttél. Hármuk közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezére kerül? Az, aki jó volt hozzá. Cselekedjétek ti is ezt. Engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, ne tiltsátok, hiszen az övék az Isten országa. Mert higgyétek el, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, nem mehet be abba. Aki gyermeket fogad be az én nevemben, engem fogad be. Aki befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. A legkisebb köztetek a legnagyobb. Szálljatok valami is nem! Mi történik? Mi van? A názáreti Jézus megy át erre. Jézus! Dávid fia! Kérlek, könyörülj rajta! Mit kívánsz, mit tegyek veled? Uram, látni szeretnék. Akkor láss! A hited megtartott. Látok. 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 Ez az ember igazán próféta. Engedjetek hozzá! Uram, ments meg minket! Uram, ments meg minket! Dicsérd az Uram! Mutasd meg a helyes utat, Uram! Én is látom már. Ott van. Engedjetek hozzá! Miért mászott fel a fára? Nem lát semmit, mert alacsony. Jöjj le onnan, Zákeus! Ma a te házadba megyek. Az én házamba? Ennek a házába! Honnan ismeri Zákeus Jézust? Vidd el a kenyeret! Köszönöm! Köszönöm. Figyeljetek! Odaadom a vagyonom felét a szegényeknek. És ha valakit közületek becsaptam, visszafizetek neki 4-szer annyit! Ez nem lehet igaz. Egy adószedő, aki visszaadja az adót. Hihetetlen.
ma lett üdvössége ennek a háznak. Mert ő is Ábrahám elveszett fia volt. Azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam az elveszetteket. Jól figyeljetek. Jeruzsálembe megyünk. Ahol minden, amit az ember fiáról prófétáltak, beteljesedik. Pogányok kezébe adják. Kigúnyolják, leköpik és megkorbácsolják. És végül megölik. De harmadnapon feltámad. Szia, Sára! Szia! Mintha megváltozott volna valami. Jé, eltűnt Sára szamara. Nem tűnt el, csak kölcsön adtam valakinek. Kinek kellett épp a te szamarad? Parancsold meg követőidnek, hogy hallgassanak. Azt mondom, hogy ha ők hallgatnak, a kövek maguk fognak majd kiáltani. Béke, tisztelet a királynak, aki Jeruzsálembe megy. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12, 20, 21, 20. Jézus! Piacot csináltak a templomból, pedig az az Isten tisztelet helye. Megvan írva! Az én templomom az imádság helye, ti pedig a rablók barlangjává tettétek! Szekerem felé tart! Állítsátok meg! Állítsátok meg! Nagyon kevés. Csak ennyi van? Mondom nektek! Ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. Mert a többiek feleslegükből adtak az Istennek ajándékot. Ő azonban mind odaadta, ami szegénységéből tel. Tanító, tudjuk, hogy az igazságot hirdeted és tanítod. Nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven. Tanítod az Isten útját. Mondd hát, szabad-e adót fizetnünk a császárnak, a római császárnak, vagy nem? Vigyázz, uram, hogy mit válaszolsz! Mutassatok egy ezüstpénzt. Ezüstpénzt? Kinek az arca és neve van rajta? Adjátok hát meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Isten. Péter, szerinted mit csinál? Úgy látom, a pászka ünnepre vásárol. Szenvedéseim előtt veletek akartam megenni ezt a húsvéti vacsorát.
többé nem eszem ebből, míg az Isten országáról szóló jövendülések be nem teljesednek. Áldott vagy, Urunk, Istenünk, mindenség királya, aki szőlőt nevelsz a tőkén. Vegyétek és osszátok el magatok között. Áldott vagy, Urunk, Istenünk, mindenség királya, aki kenyeret adsz a földön. Ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez a kehely az új szövetség az én vérem által, mely értetek adatik. De nézzétek, az áruló keze is az asztalon van. Az ember fiának meg kell halnia, de jaj annak, aki engem elárul. Én lennék az? Kérdezd meg, kiről beszél. Uram, ki az? Ez nem történhet meg. Uram, ki az? Mondd. Én lennék az? Uram, én kész vagyok veled a börtönbe menni. És meghalni, ha kell. Péter, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadod le, hogy ismersz engem. A tanács meghozta a döntést. Jonatán, mi az? Úgy látszik, az úgynevezett királyuralma hamarosan véget ér. Üzenetet kaptam a tanácstól. Jézus egyik követője, Iskariótes Júdás, hajlandó segíteni az elfogásában. Hogy tudták őt ilyesmire rávenni? Nem sok kellett hozzá. Csak 30 ezüst pénz. Ma este elfogják Jézust, és őrizni fogják, nehogy megszökjön. Ne! Jaj, ne! Júdás! Csókkal árulod el az emberfiát. Uram! Ráncsunk fegyvert! Fogjátok el! Elég volt! Csoda! Úgy jöttök ellenem kardokkal és botokkal, mintha rabló volnék. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok. A sötétség hatalmáé. Vigyétek el! Most várt meg minket, felség! Megvárt minket, ugye? Ez az ember is vele volt. Asszony, hisz nem is ismerem őt. Én együtt láttam őket. Te is közülük való vagy. Én ugyan nem.
Már biztos, hogy őt láttam együtt Jézussal, hiszen ő is galileai. Menj innen! Fogalma sincs, hogy miről beszél szegény. Jézus nagy bajban van. Gyere, szóljunk a többieknek is. Ki ütött meg? Profétálj. Ki lesz a következő? Elég legyen. Elég, ha mondom. Hozzátok a tanács elé. Lódulj! Mondd meg, te volnál a messiás? Ha megmondom is, nem hisztek nekem. Ha kérdezlek benneteket, nem válaszoltok nekem. De mostantól fogva az emberfia ott ül a mindenható Isten jobbján. Te vagy hát az Isten fia. Magad mondod, hogy én vagyok. Kinek a felhatalmazásával mond ilyet? Saját fülünkkel hallottuk, hogy mi mindent mondott. Vigyük Pilátushoz. El vele! Vigyétek! Poncius Pilátushoz viszik Jézus. Pilátushoz? A legkegyetlenebb római helytartó. Ő már eddig több ezer embert keresztre feszített és kivégzett. Mozog már! Zavartatok fel így korai órában? Mert ő megront minket és a népünket. Nagy botrányt csinált a templomi vásáron. Mi lesz a büntetése? Ítéld el! Ez nem elég ok, hogy elítéljem ezt az embert. Mi bűnösnek találtuk. Azt mondta, hogy nem kell adót fizetnünk a császárnak. Azt állítja, hogy ő a messiás és a király. Király? Te vagy a zsidók királya? Magad mondod. Galileában kezdte, és most ide is eljött. Galileában? Hát ezek szerint galileai. Mert ha igen, vigyétek Heródeshez. Éppen itt van Jeruzsálemben. Vigyétek hozzá! Kinek nevezed magad? Na és mondd, kik a tanítványaid?
Azt beszélik, hogy csodákat művelsz. Mutasd hát nekem is valamit. Uram, ez az ember megrontja a népet. Azt hirdeti, hogy ő a király. Hogy ő? Király? Felséges uram. Kapja, amit érdemel. Vigyétek vissza Pilátushoz. Hozzátartozik. Ez az ember semmi olyat nem tett, amiért halált érdemel. Megkorbácsoltatom hát, és szabadon engedem. Módodban áll valamelyik bűnösnek kegyelmet adni ezen a mai ünnepen. Add hát nekünk Barabást. Igen. El ezzel az emberrel. Igen, add nekünk Barabást. Feszítsd meg! Keresztbe vele, feszítsétek meg! Te, korbácsoljátok meg! Feszítsd meg! Hogy hívnak? Cirénei Simon vagyok, uram. Te viszed tovább. Atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselekszenek. Másokat megmentettél, most mentsd meg magadat is. Ha te vagy a messiás, gyere le a keresztről, mentsd meg magad. Most tégy csodát!
Mi van odaírva? A zsidók királya. Miért teszik ezt vele, ha ő a mi királyunk? Nem tudom. Gondolod, hogy ő a messiás? Ez meg mi volt? Atyám! A te kezedbe teszem le lelkemet. Szeretném eltemetni a tanító. A sír készen áll. Itt van, viheted. Hoztunk balzsamot és olajat, hogy megkenjük. Segítek, de siessünk, a szombat közeledik. Nem tudom felfogni, hogy nem látom többé. Várjunk csak! Nem emlékeztek arra, mit mondott Jézus többször is? Mit? Én emlékszem. Azt mondta, hogy a harmadik napon visszatér az életbe. Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Az emberfiának a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnapra föltámad. Figyeljetek! A kő már nem volt a sír előtt. És amikor bementünk, már nem volt ott az Úr teste. Eltűnt. Tessék, a mi úrunk teste eltűnt. Eltűnt. És két férfi jelent meg nekünk. Angyalok, fénylők, mint a nap. Így szóltak. Miért keresitek az élőt a halottak közt? Így történt. Mit
Így volt. Menjetek, és győződjetek meg róla ti is, hogy a sír üres, a mi úrunk eltűnt. Péter, hinned kell nekünk! Az úr valóban feltámadt. Megjelent Simonnak. Mi nem ismertük fel. Az úton még nem. De amikor megtörte a kenyeret, akkor igen. Emmausban? Milyen különös, hogy oda ment. Békesség nektek. Miért ijedtetek meg? Miért támad kétség bennetek? Nézzétek a kezem és a lábam. Győződjetek meg róla, hogy én vagyok az. Érintsetek meg. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Erről beszéltem nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a proféciákban és a zsoltárokban írta. Megvan írva. A messiásnak szenvednie kell, de harmadnapon feltámad a halálból. És az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek, Jeruzsálemtől kezdve. Amikor Káleb azt mondta, hogy Jézus Isten fia, nem hittem el. De láttam, milyen csodákat tett, és hallottam, hogyan tanított Isten szeretetéről. Aztán láttam, hogy mit tettek vele, és nagyon megverték. Láttam, ahogy keresztre feszítik. Láttam meghalni. Láttam, ahogy levették a keresztről, és elvitték. Meg sem fordult a fejemben, hogy újra láthatom. De csodás dolog történt. Teljesült Isten ígérete. Ő megígérte, hogy Jézus újra élni fog. Azt mondta, hogy ha hisszük, hogy Jézus Isten fia, és értünk halt meg, akkor vele élhetünk. Örök élet Jézussal, az jó lehet. Milyen szép történet, ugye? És még igaz is. Együtt Kálebbel, Jóellel, Nátánnal és Benjaminnal te is megismerted Jézust. Te is láttad, hogyan hittem el, és döntöttem, hogy ő Isten fia. És behívtam az életembe. Most te is eldöntheted. Szeretnéd megkérni, hogy megbocsássa a bűneidet? Talán most azt mondod, nem igazán értem. Vagy előbb beszélnék a szüleimmel, vagy mással. Vagy még nem tudok dönteni. Vagy úgy gondolod, igen. Én is szeretném Jézussal élni az életem. Szeretném, ha megbocsátaná a bűneimet. Ami rosszat gondoltam, mondtam vagy tettem. Elmondhatod neki, hogy szeretnéd, ha örökre veled maradna. Amikor ezt eldöntöd, mondd el ezt Istennek saját szavaiddal. Vagy imádkozz így. Isten, hiszem, hogy Jézus a te fiad. Köszönöm, hogy Jézus meghalt minden rosszért, amit gondoltam, mondtam vagy tettem. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet. Kérem, hogy Jézus legyen mindig velem és éljen bennem. Segíts olyanná válnom, amilyen szeretnéd, hogy legyek. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattál. Szeretnéd most elmondani ezt az imát? Ha igen, akkor mondjuk együtt Istennek. Én majd lassan mondom, te pedig mondd utánam magadban. Isten, hiszem, hogy Jézus a te fiad. Köszönöm, hogy Jézus meghalt minden rosszért, amit gondoltam, mondtam vagy tettem.
Kérlek, bocsásd meg bűneimet. Kérem, hogy Jézus legyen mindig velem, és éljen bennem. Segíts olyanná válnom, amilyen szeretnéd, hogy legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Bíz Isten ígéretében, szeret téged, megbocsát, és mindig veled lesz. Ha elmondtad ezt az imát, beszélhetsz róla valakinek a családból, vagy egy barátodnak, akiben megbízol. Most pedig elkezdődik életed egyik nagy kalandja. Most már Isten és Jézus barátjaként élhetsz. Négy dolog segíthet, hogy jobban megismerd Istent. Gyakran olvasd a Bibliát. Tele van Isten neked szóló ígéreteivel. Beszélgess vele. Bárhol, bármikor. Bármit megbeszélhetsz vele. Beszélgess másokkal Jézusról. Tölts időt azokkal, akik szintén szeretik őt. Örömmel meséltük el neked Jézus igaz történetét. Most rajtad a sor. Ismerd meg még jobban.